Sziasztok, én Szőrőr vagyok az Efestekből, és ebben az adásban abban szeretnék nektek segíteni, hogy mégis milyen kamerát választhatok magatoknak. Két verzió lesz majd ebből az adásból, az egyik az azoknak készül, akik kicsit értenek a kamerákhoz, úgyhogy mélyebb tudásokba fogok majd belemenni, mi alapján választanak kamerákat. A másik verzióban viszont inkább olyan emberekhez fogok szólni, akik egyáltalán nem értenek a kamerákhoz. Ezért teljesen más fogok oda ajánlani nekik is, mint azoknak, akik értenek hozzá. És akkor nézzük is a prób felhasználóknak készített listámat. 3, 2, 1. Manapság szerencsére el vagyunk árasztva a hibrid kameráknak a kategóriájában. Szinte minden márkának megvan a maga képviselete ebből, akár profi vonalakon, akár fél amatőr vagy amatőr vonalakon is. Ott van ugye a Nikon, Canon, Sony, Olympus, Panasonic, nagyon sokan vannak. Első és talán a legfontosabb a listánkon az az, hogy milyen budgetből dolgozhatunk. Ugye már az elején meg kell határoznunk azt, hogy nagyjából mennyi a maximális összeg, amit erre a kamerára szeretnénk szánni, mert nagyjából 400 forinttól határa csillogoség, hogy milyen kamerát választasz magadnak. Természetesen azt se szabad elfelejtenünk, hogy nem csak új gépet, hanem akár használtat is lehet venni. Én például sose vettem még új kamerát magamnak az ilyen hibrid gépek közül, mindig használt piacon vásároltam. Nyilván, hogyha új gépet veszel, annak megvan az előnye, hogy nem kell átnézned, amit megvettél, az valószínűleg biztos, hogy fog működni, illetve ha nem, akkor ott a márka kereskedés azonnal tudnak neked segíteni, és garanciában meg fogják oldani. Hogyha esetleg használt gépet vásárolsz, akkor érdemes fizikailag is körbenézni a géptestet, hogy nincs rajta törés, repedés vagy bármilyen ilyenfajta sérülés, érdemes megkérdezni azt, hogy cserélték-e az alkatrészt vagy nem, mert ez is sok mindent elárulhat, a kijelző jól működik-e, a szenzorral minden rendben van-e, igazából egy ilyen általános átvizsgálást érdemes megtenned. És ilyen használt gépvásárlásnál mindenféleképpen vigyünk magunkkal optikát és memóriakártyát, mert érdemes esetleg egy teszt shotot készíteni a géppel, hazavinni és kielemezni azt, hogy nincs rajta esetleg halott pixel vagy bármilyen ilyen szenzorsérülés, ami nyilván, hogyha ránézel a szenzorra, akkor nem fog kiderülni. Második távpontunk szerintem az, hogy van-e preferált cégünk. Én például olyan vagyok, hogy a Sonynak nem igazán szeretem a színeit, illetve a Panasonicnak se annyira. Nem azért, mert ezek rosszak lennének, nagyon sokan használják ezeket, ez egyszerűen csak, hogy kinek mi tetszik. Nekem a Canon és a Nikonnak a színvilága az, ami a legjobban tetszik ilyen hibrid gépekből. Nyilván, hogyha most magasabb szintekre megyünk, akkor az R és a Red az, aminek van filmes hatása, de ilyen hibrid gépeknél számomra a Nikon meg a Canon van a legközelebb ahhoz, amit én szeretnék látni. Itt fontos azt is kiemelnem, hogy mindig nézzünk utána, hogy volt-e bármilyen szín váltás, vagy bármilyen szenzorváltás esetleg az adott cégnél, mert például a Sonynál az A7-2-es szériától az A3-asra, amikor átváltottak, akkor egy teljes színkezelési csere volt, ezáltal teljesen másképp néznek ki a kamerák, ezeket mindig érdemes lecsekkolnod, esetleg kibérelned. Ezt a pontot nagyon szorosan követi szerintem az, hogy milyen optikákat szeretnénk használni. Ugye teljesen más a hozzáállásunk az egész témához, hogyha már van egy komplett szettünk. Én például tudtam, hogy hajlandó vagyok leváltani az EF-es, kanonos, bajonettes optika szettemet, azért, hogy más gépre menjek át. De simán el tudom képzelni, hogy esetleg van egy nagyon drága E-bajonettes kamera szettünk, akkor inkább a Sony felé fogsz hajazni, míg hogyha mondjuk a Lumixhoz vagy Canonhoz van egy teljes szettünk, akkor pedig azokhoz a márkákhoz érdemes elmenni. Itt fontos megemlítenem azt, hogy én mindenféleképpen a natív optikákat ajánlom, tehát azt, hogy ne legyen semmilyen adapter átalakításunk hozzá. Természetesen vannak nagyon jó adapterek, amik már képesek bármilyen szinten kommunikálni, az kommunikációt biztosítani az optika és a géptest között, tehát átviszi a stabit, átviszi az autofókusz, minden adat átjön rajta. Viszont ez ugye plusz egy hibaforrásot lehet, amivel nekem mindig volt problémám. Az első számú hibaforrás szokott lenni ezeknél, hogy nem tudsz blendét állítani. Most nyilván ez 100-ból egyszer történhet meg, viszont hogyha akkor egyszer neked előfordul, és aznapra mondjuk tényleg valami fontos forgatásod lenne, akkor nagyon megszívtod, és nem nagyon tudsz ezzel mit csinálni, mert teljesen random, hogy ez mikor jön elő. De volt olyan problémám, és szerintem ez sokkal fontosabb, hogy az adapterek egyszerűen nem tudnak tökéletesen illeszkedni a gépvázra, mindig egy kicsi lötyögés lesz benne, ami abban az esetben, hogyha autofókusz tudsz használni, nem gond, viszont hogyha olyan környezetben vagy, ahol fókuszpuller húzza neked az élességet, akkor egyszerűen elkezd
föl-le billegni az optikád, és nyilván ez, te csak azt látod, így csak mikromillimétereket mozdul, de mondjuk egy 85-ös optikánál ez nagyon nagy kitérés fog lenni, bele fog remegni a kép, úgyhogy adaptereket nem ajánlok. Azt viszont hozzá kell tennem, hogy nagyon sok extrát adhatnak az ilyen adapterek. Ilyen például egyrészt az, hogy beépített ND-set választhatsz ebből, ami nagyon meg fogja könnyíteni az életedet. Másik pedig az, hogyha speed boostert használsz, tehát hogyha nem full frame-es gépre raksz föl egy ilyen speed boosteres adaptert, akkor sokkal nagyobb látószöget fogsz nyerni, illetve fényértéket is nyerhetsz. Úgyhogy ezt az elején érdemes eldönteni, adapterrel vagy adapter nélkül szeretnéd használni az optikádat. Negyedik pontként egy nagyon vitatott téma jön a szakmában, milyen méretű szenzort válasz. Ez lehet mikro 4/3-os, lehet APS-C szenzor, a Super 35-ös vagy full frame-es. Ez a négy típus van, amiben érdemes körbenézned, ezeknél kisebb szenzorosokkal nem foglalkozunk most ebben a videóban. Három nagyon fontos különbség van a szenzor méret kiválasztásánál, és ezeket neked kell eldöntened, hogy melyiket választod. Az első az az, hogy minél kisebb a szenzorod, annál kevesebb fény juthat bele, tehát annál könnyebben fog zajosodni a sötétebb felvételeknél. A második fontos különbség, ugye itt a full frame-eshez viszonyítva mondom ezt, minél kisebb a szenzor méreted, annál jobban bele kroppolsz a képbe. Na most ezt úgy kell kiszámolni, hogy a full frame az 1, az APS-C szenzor meg a Super 35 az 1,5-1,6-os szorzóval fogja használni az optikákat, míg a Micro 4/3 az nagyjából kétszeres szorzóval kell számolnod. Mit is jelent ez pontosan? Hogyha full frame-es gépet használok 100 mm-en, akkor az APS-C vagy Super 35-ös szenzor az nagyjából egy 150-160 mm-es optikának megfelelő gyújtótávot fog használni, tehát jobban belekroppol az anyagba, míg mondjuk a Micro 4/3 az kétszeres, tehát olyan, mint hogy a 200 mm-es optikát használnánk. Ez nyilván neked kell kiválasztanod, hogy mire van szükséged. Hogyha esetleg természetben szeretnél videózni, ott sokkal jobb a Micro 4/3-os, vagy a jobban belekroppoló szenzor, mert nem kell közel menned, és egy kisebb gyújtótávú, olcsóbb optikát fogsz tudni választani. A harmadik és legfontosabb különbség a különböző szenzor méretek között az a mélységélesség. Ugyanolyan adatokat használva, tehát ugyanolyan blender értéket használva, és ugyanolyan milliméteres optikát használva, Micro 4/3-os szenzornál sokkal hosszabb távon lesz az éles részed, míg egy full frame-es szenzornál sokkal kisebb részen lesz éles a képed. Ennek a fizikájából most nem fogok belemenni, mert szerintem teljesen fölösleges most ezt elmagyarázni. Valószínűleg tudod, hogyha nézed ezt a videót, hogyha nem, akkor nagyon sok videó van arról, hogy mi a különbség A és B szenzor méret között. Összeszedtem pár érvet azzal kapcsolatban, hogy ki melyik szenzor szokta választani. A Micro 4/3-osoknak több előnye van, az egyik ilyen, hogy sokkal kisebb kapacitás szükséglete van a gépháztól, tehát meglepően jó adatokkal tud rögzíteni az ilyen kamera, például a GH5 az tud 4K60fps-t, amikor az kijött az a gép, az egy nagyon nagy szó volt. Másik erőnye a Micro 4/3-nak, hogy mivel sokkal kisebb a szenzor, ezért sokkal kisebb optikákat szoktak hozzá gyártani, tehát sokkal könnyebb az egész felszerelésed. A harmadik erőnye, amit ugye említettem, hogy ugye belekroppol a képünkbe a full frame-hez képest, tehát hogyha távoli dolgokat kell fölvenned, akkor érdemes Micro 4/3-os vagy Super 35-ös szenzorban gondolkodnod. A hátránya, mint ahogy említettem azt, hogy kétszeres szorzóval kell számolnod az optikákat, de ez csak agyban kell átállni, ez nem egy olyan nagy hátrány, a másik pedig a mélységélességnek a hiánya. Itt azért ki kell egészítenem, hogy el tudod érni ugyanazt, mint egy full frame-es gépnél is, csak sokkal macerásabban tudod elérni. A full frame-et választó emberek, mint például én is, két fontos előnyt szoktak mondani. Az egyik az az, hogy sötétben sokkal jobban lehet használni a kamerát, sokkal kevésbé zajos a kép. A második előny pedig az, hogy sokkal kisebb mélységélességgel fogunk tudni forgatni. Tehát ugyanolyan optika mellett nekem sokkal kisebb lesz a mélységélesség, ezáltal sokkal jobban el tudom mosni az előteret és a hátteret. Nem mindig van erre szükség, ezt aláírom, de teljesen másképp mossa a teret egy full frame-es gép, egy APS-C vagy egy Micro 4/3-hoz képest. Én személy szerint szeretem a full frame-et, de simán tudnék használni egy APS-C szenzoros gépet is, sőt, amúgy én abban gondolkodok, hogy a következő gép majd lehet, hogy az lesz. Ugye, ami hátránya a full frame-nél, hogy sokkal-sokkal drágábbak és sokkal nehezebbek az optikák. Nézzük csak meg a Canonnak az RF optikáit, valami bődületesen nagyok és
kurva nehezek. Az APS-C és a Super 35, az ugye a Full Frame és a Micro 4/3 között helyezkedik el, ezeknek az előnyeivel és a hátrányával. Ugye ilyen például az, hogy 1,5-ös, 1,6-os szorzóval szoktuk számolni az optikákat, tehát kisebb optikákat tudsz föltenni, hogy ugyanolyan gyújtótávot érje el, mint a Full Frame-eseknél. Sötétségben amúgy a mostani APS-C szenzoros gépek amúgy tökre jól bírják a sötétet, úgyhogy ezt nem mondanám problémának, és ugye ott van a mélységéresség, ami a Full Frame-nél kevésbé van jelen, tehát nagyobb részen éles a képünk, viszont a Micro 4/3-hoz képest sokkal jobb a hatása, sokkal éretlenebb, elmosottabb tud lenni az erő és a hátterünk. Azt, hogy melyik szenzort választod, azt neked kell eldöntened. Nem lehet azt mondani, hogy az egyik jobb, mint a másik, mert az egyiknek megvannak az előnyei, de ugyanúgy megvannak a hátrányai is a másikhoz képest, úgyhogy ezt mindenkinek a maga körülményeihez képest kell kiválasztani. Nagyon röviden összefoglalom a szenzor méretek közötti különbséget. Full frame jó a sötétben, több pixel, több adat, nagyobb fájlok, drágább obik. Micro 4/3 a legkisebb szenzor, kevesebb pixel, kevesebb fény jut be, kisebb fájlok jönnek létre, viszont kisebb és könnyebb optikákat használhatsz hozzá, és nem szabad elfelejteni, ezekben is már orbitálisan jó minőségű kamerák vannak, ilyen például a Z-Cam, vagy például a Panasonicnak a GH szériája. Az APS-C meg természetesen a kettő között van, a full frame-hez képest nagyobb mélységérességünk van, kisebb fájlok, kisebb optikák lehetnek jók rá, a sötétet kevésbé bírja, de amúgy már tökre jó APS-C szenzoros sötétet bíró kamerák jönnek létre, tehát az APS-C és a full frame között orbitális különbségek nincsenek. Itt fontos adalék lehet az, hogy ugyan a manapság a filmvilágban kezd bejönni a full frame-nek a szenzor mérete, de nagyon nagy százalékban még mindig Super 35-ös kamerákkal dolgoznak, tehát nagyjából az APS-C szenzornak megfelelő hibrid gép szenzor méretet használják a filmiparban. Ennek oka az, hogy igazából mindig irányított fényekkel dolgoznak, nem kell sötétséggel foglalkozniuk, mélységérességben meg nagyon ritkán használják ki az optikának a legnyitottabb lendéjét, általánosabb ilyen 2-8-5-6 között szoktunk forgatni, mindig mindentől függ az, hogy miért használsz, de nem szokták általában teljes nyitottat használni, csak okkal. Következő pontunk, hogy manuál fókuszos vagy autofókuszos kamerát választasz. Ezt neked kell eldöntönöd, hogy milyen optikákat szeretnél hozzá használni, megbízol az autofókuszba vagy nem, bár szerintem azért manapság már érdemes az autofókuszos gépeket választanod, mert nagyon megbízhatóak, de azt hozzá kell tennem, hogy kell tudni használni. Ez nem olyan, hogy csak bekapcsolod, az mindig minden jó élesen, hanem vannak különböző adatok, amit be kell tudnod állítani. Viszont, ha mondjuk egy Blackmagic kamerát választasz, amivel nincsen autofókusz lehetőség, illetve van, de brutál rossz, ott manuális fókusszal fogod tudni használni. Itt az autofókusz és manuális választásnál ugye azt is érdemes számba venni, hogy milyen körülmények között fogod használni. Egy rendezvénynél sokkal jobban jársz egy autofókuszos géppel, míg mondjuk egy profi klipforgatásnál, vagy mondjuk kisfilmnél, ott sokkal jobban jársz a manuál fókusszal, mert ott a fókuszpuller fogja neked húzni jobb esetben a kamerát. És akkor ott van a következő pontunk, hogy legyen-e stabil a gépbe vagy nem. Itt ugye különböző stabilizálási lehetőségek vannak, van a szenzor stabil, ami ugye a legdrágább, de itt konkrétan a szenzor fogja fizikailag valami stabilizálni, bármint hogy azt, hogy mechanikusan vagy elektronikusan, ebben most nem mennék bele, az a lényeg, hogy maga a szenzor van stabilizálva. Van az elektronikus stabil, én általában ezt az elektronikus stabilt nem szoktam ajánlani, mert ugyanazt a hatást éred el, mint hogyha az utómunkában raknád rá, úgyhogy ha csak ez van a gépben, akkor én inkább ezt nem tenném rá, de van, amikor ezt nem tudod választani. És ugye ott van a stabilizálás mentes kameratest, ugye ezek sokkal olcsóbbak, viszont ehhez mindenféleképpen szükséged lesz mondjuk gimbalra vagy bármilyenre. Kézből felvett anyagok terés optikánál szinte használhatatlanok lesznek. És akkor ott van például a Sony, akinek mindamellett, hogy van szenzor stabil a gépekben, van elektronikus stabil, van egy aktív stabil is a gépfázon belül, ami annyit tesz, hogy a gyro adatokat rögzíti, és a megfelelő programmal az utómunkában ezt kiolvastatva ilyen gimbal szintű stabilizálást érhet el, úgyhogy az valami brutális, hogy a Sony ebben mit tud. Itt viszont fontos megemlítenem azt, hogy például a Blackmagic cég az a Pocket Cinema kameráknál visszamenőlegesen aktivizálta a gyroszkópos adatoknak a rögzítését, ezáltal a DaVinci programból, hogyha behúzod az anyagot, akkor brutális képstabit érhetsz el, és ez szerintem zseniális. Érdemes ennek ilyenkor mindig utána járni, hogy az adott kamerában jött-e ilyen frissítés esetleg.
Aztán ugye az sem mindegy, hogy milyen felbontásra van szükségünk. Ugye most már mondhatjuk, hogy 4K az általános, bár hozzá kell tennem, hogy még szerintem a Full HD-val is egy csomó ember meg tud elégedni, mert a legtöbb tartalmat az emberek Full HD-s minőségben nézik vissza, de ez már nem teljesen igaz, mert azért most már a tévék legtöbbször 4K képesek, úgyhogy azért a 4K-t azt én ajánlom mindenkinek. De ott van például a 6K lehetősége, ami most már kezd egyre több gépben megjelenni, meg a 8K. Ezekre ugye akkor lehet szükséged, hogyha valamilyen VFX-es utómunkát fogsz majd csinálni az anyaggal, akkor minél nagyobb felbontásban érdemes dolgozni. Sokak számára mérvadó az, hogy hány FPS-ben képes rögzíteni a kamera. Mert például vannak olyan emberek, akik nagyon sok lassított felvételt készítenek, azoknak az 100 FPS fölötti rögzítés az nagyon fontos lehet, az is, hogy ezt Full HD-ban, 4K-ban vagy miben képes az ilyen lassításra, de vannak emberek, mint például én is, hogy legtöbbször az 50 FPS-sel bőven megvagyok, tehát a kétszeres lassítás nekem elég szokott lenni, hogyha ennél speciálisabb lassításra van szükségem, akkor azok már általában 200 vagy a fölötti FPS számok, ezért külön én nem fogok egy kamerát venni, inkább kibérlem valakitől. Aztán ugye azt se felejtsük el, hogy képes-e a kamerád logos rögzítésre, vagy pedig nem. Nagyon sok olyan emberrel találkoztam, akiknek semmilyen szüksége nem volt a logos képre, mivel az utómunkában tudták, hogy úgy is úgy adják le az anyagot, hogy ahhoz nem fognak fényelni, semmit sem fognak hozzányúlni, tehát nem volt szükséges a logos kép, de vannak, akik pedig minden anyagukat kimondottan fényerőknek adják le, azoknak elengedhetetlen az, hogy logos kép rögzítésére képes legyen a kamera. Nekem például az Z6-om pont ennek a kettő között van, internál, tehát a kártyára nem képes logos képet rögzíteni, viszont HDMI-n keresztül képes logos képet kiadni, tehát hogyha ilyen anyagra van szükségem, akkor egy külső rögzítővel képes vagyok logos képet létrehozni. És akkor az utolsó ilyen rögzítési adattal kapcsolatos információ, hogy képes-e a gépünk ProRes rögzítésre, vagy annál jobb tömörítésre, vagy pedig H265-re, vagy H264-re. Ezt mindenkinek magának kell eldönteni az adott munkájához, mire van szüksége. Nekem csak ugyancsak itt a Z6-nál a kamera nem képes csak H264-es rögzítésre, hogyha ProResben szeretnék rögzíteni, akkor ezt egy külső monitorra, egy külső rögzítővel hozom létre, tehát képes a ProResre, de nem internál. A mai gépek legtöbbje már ilyen profi szinteken, mint tud ProRes rögzítést, de nem mindenkinek van erre szüksége, mert a ProRes ugye utómunkával sokkal könnyebben lehet dolgozni vele, viszont sokkal nagyobb fájméreteket okoz, míg mondjuk a H264 vagy H265-ös tömörítés sokkal kisebb fájméreteket okoz, ezáltal kisebb kártya vagy olcsó kártya is elég, viszont az utómunkát meg tudja azért akasztani. Ugyancsak egy vízválasztó, hogy mégis milyen kijelzője van az adott kamerának. Itt nem kimondottan a méretre gondolok, bár méretbeli különbségek is vannak jelentősen. Nem is arra, hogy érintő kijelzőse vagy nem, mert most már igazából az összes érintő kijelzős, hanem hogy milyen formában kihajtható vagy nem. Van a fix monitor, ugye ez egyértelmű, nem kihajtható, fixen van. Nagyon sokan vannak, akiknek nincsen szükségük a kihajtható kijelzőre, mert vagy monitort használnak, vagy folyton rálátnak a kijelzőre. Van flip screen, amikor kihajthatod és szembefordíthatod magaddal a kijelződet. Ez ugye sokaknak fontos lehet az, hogy lássák esetleg a maguk felé is a kameraképet, vagy hogyha nagyon szűken szoktak dolgozni, akkor ki tudják hajtani, falra ráteszik a kamerát és kihajtják a kijelzőt, és akkor úgy is tudnak dolgozni. Vannak a föllehajthatós kijelzők, én például ezt használom a Nikon Z6-nál, én igazából nem annyira szeretem ezt a konstrukciót, viszont megadja a lehetőséget, hogy lentről vagy föntről is lássam a képet, viszont nem tudom kifordítani, ez azért okozhat problémát, viszont sokkal strapább, mint mondjuk a flip screen. Vannak a speciális zsanéros kamerák, mint például a Nikon Z9 vagy az S1H, ami az előző kettőnek ötvözik a zsanér megoldását. És akkor vannak ugye az olyan kamerák, mint mondjuk az FX6, FX9 meg a hasonlók, ahol konkrétan kábellel van csak összekötve a monitor a géppázzal, amit le is vehetsz, vagy bármilyen formában rögzítheted a kamerára. Ugye eddig nagyjából hibrid gépekről beszéltem, de sokak számára nem fontos az, hogy a kamera tudjon fotózni. Ilyen kamerát is választasz magadnak, ott van például a Blackmagic, a C70, az FX6, FX9, ezek nem fényképezőgépek, ezek kamerák, ezek nem képesek fotózni, viszont ha nincs erre szükséged, akkor ez nincs benne ez a funkció, másképp rakják össze a kamerádat. Viszont hogyha esetleg fotózásra is szükséged van, hobbi fotós vagy konkrétan profi fotósként is szeretnél dolgozni, akkor olyan gépet kell választani, ami tud fotózni és videózni is. Az, hogy ezeken belül melyiket hogyan, mennyire tudja, azt nyilván te fogod eldönteni, hogy profi fotózásra és videózásra van-e szükséged, mint mondjuk egy Z9-nél, vagy egyáltalán nincs rá szükséged, és veszel egy Blackmagic kamerát.
aksi szempontjából is érdemes körbejárni a témát, mert vannak kamerák, amik csak aksiról képesek működni. Vannak olyanok, amit tölthetsz USB-ről, de nem felvétel közben. Vannak olyanok, amik állandóan töltheted USB-n C-n keresztül felvétel közben is, és így szinte állandóan tudsz forgatni, illetve vannak olyan kamerák, mint mondjuk a Blackmagic, amit legtöbbször az ember nem aksiról fog használni, hanem egy vélokkos hátfal adapterrel, tehát ott az aksi igazából nem lesz egy releváns adat, hogy mennyit bír. Ugye nem a legfontosabb, de szerintem az is számottevő, hogy milyen az ergonómiája az adott kamerának. Vannak olyan kamerák, mint mondjuk a Nikon Z9, amelyiknél rögtön egy beépített markolati egységed is van, ezt nem tudod levenni, sokkal nagyobb aksit kapsz, viszont hogyha földszinten kell dolgoznod, akkor nyilván sokkal nehezebben tudsz dolgozni, de ott vannak mondjuk a Sony kamerák, amik kimondottan számomra kicsi és kényelmetlen a fogásuk, de hogyha ráteszel egy cage-et, amit veszel hozzá, és ahhoz veszel egy markolatot, akkor ez megoldódik. Ezt mindenkinek magánál kell kitalálni azt, hogy mi illik a kezébe, mit kényelmes fogni, vagy nem. Ott van például a Blackmagic kamera, szerintem az egyik legkényelmesebb kamera ilyen szempontból, tök nagy a monitorja, kényelmes a fogása, tök jó vele dolgozni. Nagyjából ezek voltak azok a szempontok, amit legtöbben számba szoktak venni akkor, hogyha új kamerát vásárolnak, viszont én még mondanék még egy infót, amit nagyon sokan elfelejtenek. Én is akkor kerültem ezzel szembe, amikor a Nikon Z6-omat megvettem, és ez mégpedig az, hogy több kamerás felvételekre szoktak hívni téged vagy nem. Mert az van, hogy a több kamerás felvételeknél megvan igazából a standard, hogy nagyjából Sony meg Canon gépekkel szokta forgatni, ritkább esetben Blackmagic-ekkel, és olyankor az a lényeg, hogy egyforma legyen a kamera, mert sokkal könnyebben össze tudják húzni a színeket, hogyha az adott kamerán belül vannak más típusok. Viszont volt már olyan forgatás, ahol én azért nem vihettem a Nikon Z6 kamerámat, mert hogy ez egy Nikon, és a többi kamera meg nem Nikon, és nekem kellett megoldanom azt, hogy egy másfajta gépet vigyek magammal, úgyhogy szerintem ebben is érdemes gondolkodnod, hogy több kamerás felvételekhez szoktál-e dolgozni, vagy bedolgozni, vagy ezek, hogyha nagyon kevés ilyen felvételed van, akkor végülis tök mindegy, hogy mit választasz. És akkor nagyjából ennyi. Igazából abban érdemes még gondolkodnod, hogy mik lesznek a jövőbeli tervek, szeretnél-e az adott optika sornál maradni, vagy nem, vagy milyen kamera irányba fogsz tovább menni később, nagyjából milyen fejlesztések vannak az adott cégnél. Ebben még érdemes gondolkodni, mert tényleg az optika egyszerűen meghatározó, hogy milyen optikát veszel, és hogyha mondjuk veszel egy Nikon kamerát egy Nikon szettel, és menet közben rájössz, hogy a Nikon amúgy nem gyárt annyi optikát, meg nagyon kevesen használnak Nikont, akkor Nikonról átváltani bármire más sokkal nagyobb szívás tud lenni. Gyorsan összefoglalom, hogy miket mondtam ugye az adott videóban. Első és legfontosabb, mi a büdzséd, amivel dolgozhatsz. Második, hogy van-e preferált cég, akinek szereted a kameráját, színkezelését. Milyen optikát szeretnél használni, vagy jelenleg milyen optika sorod van, és ahhoz szeretnéd-e vásárolni a géptestedet. Milyen szenzor méretet választasz, ugye ez az egyik legvitatottabb téma a szakmán belül, mikro 4/3, APS-C, Super 35 vagy pedig full frame, autofókusz vagy manuál fókuszos legyen-e benne bármilyen jellegű stabil, vagy egyáltalán nincsen stabilizációra szükséged. Rögzítési adatokból ugye nagyon fontos, hogy milyen felbontásra képes maximum a kamerád, érdemes a jövőben is gondolkodni, illetve hogyha VFX-zel vagy nem. Ott van az FPS szám, hogy szeretnél lassítani jobban vagy nem. Képes-e a kamerád logos képre, vagy nincs szükség a fényelésre, és elég neked egy beépített neutrális színprofil, illetve az, hogy milyen tömörítési kodekekkel dolgozik a géped, H264, H265, vagy esetleg szükséged van a ProResre, vagy az ennél jobb felbontásra. Említettem ugye a kijelzőt, hogy milyen kijelző lehetőségek vannak, az aksit, hogy csak az aksira támaszkodsz, vagy külső aksiról fogod működtetni az adott kamerádat. Ergonómia, hogy fontos-e neked az, hogy mekkora fizikailag a kamerád, kényelmes-e a kezedbe, vagy nem, vagy egyszerűen egy tök kicsi kamera is jó neked, mert arra van szükség. Tudjon-e fotózni a kamera, ugye ez nekem egy külön fontos adat volt. Több kamerás felvételekre fogod-e használni a kamerádat, vagy nem, mert hogyha igen, akkor érdemes inkább Sony-ban vagy Canon-ban gondolkodnod. És akkor ugye ott van még az is, hogy gondolkodjunk egy kicsit a jövőben, hogy a jövőben maradsz-e az adott márkánál, milyen optikasort veszel, és ahhoz milyen kiegészítőket fogsz vásárolni.
Ugye ezeknek a gépeknek a megvásárlása nem egy olcsó mutatvány, és nagyon sokszor van az, hogy miután kezedbe fogod a megvásárolt gépet, jössz rá, hogy amúgy nem kényelmes, sokkal többet vagy kevesebbet tud, mint amire szükséged van, vagy még 300 különböző kiegészítő kell az, hogy egyáltalán munkára tud állítani ezt a kamerát. Én pont ezért szoktam javasolni azt, hogy különböző rentál cégektől bérelt ki az adott kamerát, akár csak egy napra is, hogy le tud tesztelni, és mindent úgy tud-e, amire szükséged van. Nincs is jobb lehetőség arra, hogy bemutassam az adásnak a támogatóját, a Cetele Rentált, akiknél nagyon nagy lefedettséggel tudtok kibérelni nagyjából mindent, amire csak szükségetek lehet. Kamerákból szerintem neki van az egyik legnagyobb lefedettsége, Canon, Sony, Panasonic, DJI 4D is bérelhető tőlük, amiről a tesztvideómat itt tudjátok megtekinteni, de ugyanúgy lámpák, mikrofonok, minden bérelhető, ami csak egy forgatásra szüksége lehet. A Cetele Rentálban én azt szeretem a legjobban, hogy mindig arra törekszenek, hogy a legfrissebb géppark legyen náluk kapható. Ebből adódóan, hogyha valami új technikát jelentenek be, akár mondjuk legyen ez egy kamera vagy lámpa, az általában a Cetele Rentálnál kapható lesz, illetve hogyha nem, akkor nagyon sokszor próbálják beszerezni, hogy minél gyorsabban kapható legyen náluk. Győző amúgy velem is szokott időnként egyeztetni, hogy milyen véleményem az adott termékről, én akkor leírom, hogy szerintem rentábilis-e vagy nem, aztán legtöbbször azt látom, hogy meg is jelenik náluk az általam ajánlott eszköz. Én Olivier voltam az F-estekből. Remélem sikerült egy kicsit közelebb jutnod ahhoz, hogy milyen kamerát választ magadnak. Ha tetszett a videó, akkor nyomj egy lájkot, illetve ne felejtkezz el feliratkozni a csatornára, hogy minél több tartalmat gyárthassak nektek a jövőben. Szép fényeket mindenkinek, sziasztok! 3, 2, 1.